nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Zöld Akció nevében. Állítsd le a motort, ne pöfögj címmel hirdetett gyerekrajz pályázatot a Nyíregyházi Zöld Akció csoport még 2021-ben. A dobogós alkotásokból ilyen táblák készülnek. Az volt a célunk, hogy egy nagyon szép színes és egy gyerek által megfogalmazott vizuális képpel üzenjünk a szülőknek arról, egy ilyen helyen, mint egy például ez az óvoda, hogy amikor megérkeznek az óvodához, akkor állítsák le a motort, és úgy kísérjék be a gyerekeket a intézménybe, hogy utána ne szennyezett levegőben kelljen tölteniük a mindennapjukat. Úgyhogy ez volt a célunk ezzel a szép táblával, hogy egy gyerekrajzon keresztül juttassuk el tulajdonképpen a jövő nemzedéknek az üzenetét a szülőkhöz. A rajzverseny első helyezettje Szakács Sára, aki az Eötvös József Gyakorló Általános Iskola második C-osztályos tanulója. Az ő alkotásából készült táblát helyezte ki először a Zöld Akció csoport. Olyan rajzot készítettem, amivel az emberek is tartsák hasznosnak, hogy nem szabad a környezetet szennyezni. A figyelemfelkeltő táblának otthont adó Orgona Síp tagóvoda tudatosan foglalkozik a gyerekek szemléletformálásával. Mi nagyon örültünk annak, hogy Anikóék megtaláltak minket ezzel a mostani akciójukkal, és a mi óvodánkban kerül elsőként kihelyezésre ez a ne pöfögj tábla, állítsd le a motort, ami tulajdonképpen jellemző, mert a téli időszakban az autók fűtése, nyári időszakban pedig a hűtése szempontjából sajnos mi is tapasztaltuk, hogy a rohanó szülők egy-egy percre csak leállítás nélkül hagyják az autót. A Nyíregyházi Zöld Akció csoport szívügye a légszennyezettség csökkentése, ezért az Állítsd le a motort című kampányt a jövőben is meghirdetik. A szemléletformálás érdekében többek között ilyen mobil, valamint 12 kitelepíthető légszennyezettségmérőeszközt is beszereztek a civilek. Utóbbi eszközök ingyenesen igényelhetők azok számára, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy saját ingatlanjukon telepítsék az internetes kapcsolathoz kötött adatközlő műszert. Az igénylés feltételekhez kötött, erről a civilek közösségi oldalán található információ.